Igen. Tudtok mondani hősöket? Lehet Superman. Mert gyerekek most ezt fogják mondani elsőre, ugye? Ember Superman. De igen, ma is vannak élő hősök? Persze vannak. És akkor ugye a képek alapján szerintetek ők kik voltak? Szerintetek ők hősök voltak? Igen. Miből gondoljátok, hogy ők hősök voltak? Ha valami közös bennük. Harcoltak a hazáért, igen. Miért volt ez fontos? Miért kellett nekik harcolni? Miért fontos a szabadság? Szóval minden... Pontosan. Korosztályok függetlenül, de fölkeltük az érdeklődésüket, és ugye az első lépés ugye itt igazán az, hogy ráhangolódunk a témára, kötetlen beszélgetés formájában. Ez a ráhangolódás történt, egy szokatlan tárgyat teszünk ki az asztalra, azt is lehet, hogy egy kendő alá teszünk pici tárgyakat, amit először csak kitapogatnak, az alapján ki kell találni, hogy vajon ez mi lehet, és akkor utána, amikor már látják a tárgyat, akkor utána kitalálni, hogy na mi lesz az a téma, amiről beszélni fogunk a mai órán. Vagy ugye zsákomacska is lehet. És akkor ebből következik a második lépés. És akkor, hogyha már ráhangolódtunk a témára, akkor szoktunk egy ilyen szógyűjtést az óra elején tartani. Ez arra is jó, hogy bevezessünk új szavakat, vagy hogy azok a gyerekek, akiknek erősebb a szókincse, idősebbek, azok segíthetik a fiatalabbakat. És tehát erre az ötleteink az, hogy szóbuborékot szoktunk csinálni, itt látjátok, hogy volt egy ilyen, amikor a kutyáról gyűjtöttünk szavakat, mondjuk lehet rá keresztrejtvényt is, az is ilyen bevezetés a témába. Tehát például, hogyha mondjuk az októberi hősökről van szó, akkor milyen szavak jutnak eszetekbe, csak így mondjatok szavakat. Forradalom. Forradalom. Szabadság. Szabadság. Önfeláldozás. Arad, igen, ezt is lehet vinni, hogy a térkép segítségével, hol van arad, keressük meg, észak-dél elhelyezni, Magyarországon van. Igen. Kiégzés. És ezt szeretjük úgy, hogyha a gyerekek írják fel a táblára, hogy gyakorolják az írást is közben. És végül is a témához hozzá lehet kapcsolni a színeket is, meg lehet kérdezni, hogy el tudjátok mondani a nemzeti színeket. És akkor már ugye azt is át lehet ismételni, és akkor a színekkel majd látjátok, hogy a következő lépés kapcsolódik majd hozzá. A harmadik lépésünk az, hogy a fonetikai játékok. Ez azért jó minden szinten, minden gyerekcsoportnak, mert azok is, akik nem tudnak annyira beszélni, ők ezt is élvezik nagyon. Tehát például majd elmondjuk, mi ez a kártyajáték, és majd ahhoz kell a boríték. De például, nem tudom, ismeritek-e a taps és dobbantós játék, az például az, hogy mondunk egy betűt, mondjuk lehet magyar hangzókat gyakorolni, mondjuk azt mondom, hogy ez betű, és akkor, hogyha mondjuk a szó zászló, akkor tapsolni kell. Hogyha mondjuk mondok egy másik szót, hogy a G betű, akkor pedig dobbantaniuk kell, ha a G betűt hallják a szóban. Hogyha pedig olyan szót hallanak, amiben mind a két betű benne van, akkor taps és dobbantanak egyszerre. És ezt szokták nagyon élvezni. Aztán mondjuk a nyelvtörő mondókákat szeretik nagyon. Egyszer ez egyik órán ez a mondóka volt, és ezt minden gyerek nagyon szerette. Most nem mondom el nektek, hanem elmondhatjátok ti, ha akarjátok. Minden csak a tartozat. Igen. És ez úgy segíti a kiejtést, meg a hangzók gyakorlását. És akkor elővehetitek a borítékot, és megmutatjuk ezt a kártyás játékot. Ez játék a színekkel. Van egy ilyen borítékot? Igen, itt van az asztal, Beti elmondja nektek a színeket. Ezek színkártyák benne, de azért menjünk át rajta, mert vannak köztük trükkösszínek is, szóval amit nem feltétlenül használunk a napi szókincsünkben. Úgyhogy én mutatom a színkártyát, ami nálam van, és akkor Jutka, légy szíves veled, jó? Jó. Akkor mindenki tudja, hogy ez a szín lesz a lila. A lila. Világos? Következő beveled.
legyen ez türkiszkék, jó? Türkiszkék. Türkiszkék. Ja. Sötétkék. Emőke mellett. Piros. Ez a narancsárga. Jó, tegyétek ki, hogy magatok elé ezeket a színeket. Ez lesz a narancsárga. Igen. Bárki akkor mondhatja, mert a narancsárga. A sötét a narancsárga. Ez a zöld. Ez volt a narancsárga. Ez, ez barna. Szóval nem feltétlenül barnának mondanám én így most, de így nyomtatta ki a nyomtatók. Ez a barna. Ez a barna. Ez a piros. Citromsárga. Jó, citromsárga. Ő lesz az arany. Narancsárga, arany. Jó? És akkor van egy olyan, hogy barack. Szóval nem muszáj majd így a gyerekekkel, le lehet egyszerűsíteni a színeket, csak hogy tudjátok, hogy mennyi féle szín van benne. Van a szürkénk. Ez lesz az ezüst. Ezüst. Tehát egy kicsit olyan nehezebb színeket is vele lehet. Van benne nehezebb színek, ezüst. Fehér, fehér, ugye az egyetlen, és talán a rózsaszín is jól sikerült. Jó, mindenki kitette, hogy jól látja a saját kártyáit. Tehát ezek voltak a nehezek. Na neked a fekete? Sötétkék fekete. Sötétkék fekete. Nekem hiányzik. Jó. Na, akkor mindenkinek ki van terítve, és akkor Ildikó vezeti akkor a játékot. Tehát ez is ilyen hangzós játék, és persze a kisebb gyerekekkel lehet úgy, hogy csak néhány szint. Az idősebbekkel lehet úgy, hogy tényleg bonyolítjátok, hogy milyen nehéz színek vannak benne. Tehát a játék lényege az, hogy a hangzókat gyakoroljuk. Tehát az első, az lehet ilyen nagyon könnyű bevezető, hogy az első a színnek az első betűjét, az első hangját mondjátok. Tehát például, ha azt mondom, hogy B, akkor gyorsan mindenki felemeli azt a kártyát, hogy... Tehát elég, ha felemelitek. Akkor mondjuk K betű, csak gyorsan a keresztény. Igen. Akkor, hogyha bonyolítjátok a dolgot, lehet, hogy az utolsó hangzót mondják. Például E. Szóval melyik szín végződik erre? Igen, lehet több szín is jó, tehát az a lényeg, hogy lássák, hogy igen, hogy többféle is lehet. Oké, és akkor mondjuk idősebb gyerekekkel lehet, hogy ne azt keressék, ami a szó elején, szó végén, hanem ami a szó közepén van. Tehát mondjuk... Szóval az R betű. R betű. Szó közepén R betű. Sárga. Sárga. Barac. Szürke. Piros. Szóval nagyon sok variáció. És akkor még lehet úgy is, hogy mondjuk a magánhangzókat mondjátok, hogy mondjuk azt mondom, hogy E-E-E. Fekete. És akkor azt keresik meg. E-E. Fekete. A-A. Vagy barack. Lehet több is. Igen. Igen, arany is, barack, barna, lehet több válasz. De hát ez ilyen hangzó gyakorló. Oké, okay, köszönjük a közeltetőt. Szótagot is lehet, azt is, igen. Igen. Tehát ezt lehet többféle játékhoz is felhasználni. Szerintem ez lehet kicsikkel is, mert szerintem igen, mert hogyha csak a könnyűeket veszitek ki, akkor igen, piros, meg ezeket biztos felismerni. Szóval miután ráhangolódtunk, kicsit játszottunk a gyerekekkel, akkor ugye az óra közepén igyekeztünk elrejteni az úgymond tényleg a tanulásos dolgokat, ami unalmasabb lehet, mert addigra már ráhangolódtunk. Szóval benne vannak úgymond a tanulásba, és akkor persze itt kornak és nyelvszintnek megfelelő olvasási gyakorlatokat viszünk be. Ugye ti is használtok tankönyveket, erről már sok vita volt, meg beszélgetés, hogy melyik jó, melyik nem jó, szóval ezt mindegy maga is kapja, de mindenhol vannak tankönyvek, biztos ismeritek az Operenciának a
kiadott kis olvasókönyveit, A és B szinten van, azok is nagyon jók az olvasás fejlesztésére. A ballasi füzetek minden iskolában ugye ott vannak, mondom, használjátok őket. És akkor kettő ilyen online alkalmazást szeretnénk bemutatni, igazából csak a Learning Gaps, ami online alkalmazás. Szóval nem tudom, hogy ki ismeri a Learning Gaps-et. Online iskola, Vancouver és Rita. Akkor ugye ez a Learning Gaps először is ez egy ingyenes alkalmazás, annyi kell hozzá, hogy regisztráltok. Ti, mint iskola, regisztráltok, és utána, ha regisztráltatok, akkor a gyerekeknek saját fiókot tudtok létrehozni. Ugye az iskolákban is, akinek gyereke van, tudja, hogy használnak mindenféle olvasáskészségfejlesztőt, és a gyerekeknek saját jelszavuk van, ti itt létre tudtok hozni, látjátok, hogy nekünk megvannak a csoportjaink, a kölyök, mókus, kismókus, abba bele vannak téve a tanulók, és minden tanulónak van egy külön fiókja. Szóval, hogyha ők rámennek a Learning Gaps platformra, akkor csak beírja például azt, hogy Daniel Misi, és akkor utána megvan adva neki a jelszava, azzal bejelentkezik, és ő nem fogja látni azt, amit mi tanárunk látunk, hogy minden háttere, hanem csak azokat a mappákat látja, ami az ő osztályában van betéve, szóval Daniel csak a kölyök mókus csoportot fogja látni, és onnan ő tud használni feladatokat, amit az ő tanára beletett. És a tanár tudja ellenőrizni a statisztikát, mi volt ez a feladat, amit szerettek a gyerekek, mi volt, amit félbehagyta, és akkor azt szerint még többet beletenni, illetve statisztikát is látja, hogy melyik gyerek hányszor nyitotta meg az alkalmazást. Ugye itt látjátok a mi mappáinkat, ugye rendszerezni lehet, vannak állatok, az ősz, ünnepek, és akkor itt vannak, ugye csak azt látok, hogy ugye ezt tankockáknak hívják, a tankocka, ami tetszik nektek, behúzzátok a saját albumba, és akkor itt csak húzogatjátok, hogy akkor az arabi vértanúkat beteszem az ünnepekhez, és beteszem még mondjuk a kis mókusokhoz, mert ez nekik való feladat. És akkor ők azt már látják, frissíthetitek, levehettek, hozzáadhatok, és itt vannak, hogy milyen tankockákat lehet létrehozni. Van párkereső, az igazából azt jelenti, hogy mondjuk van egy kép és hozzáillő szó, össze kell húzni őket, összecuppannak, mint a mágnes, és utána eltűnik az egész a képernyőről. Nagyon úgy van csoportban rendezős, feltesztek egy háttérképet, mondjuk, hogy ősz, tavasz, és jönnek a szavak vagy a képek, jobbra-balra kell húzogatni, és utána ellenőrzi magát, hogy jó a feladat. De van a negyedek, a nagyobbaknak már legyen ön is milliómos, van az, hogy szavakat kell beletenni a megfelelő szót, jó oldalékkal ugye a meglévő szövegbe, ez már nehezebb tud lenni, és itt látjátok, szóval nagyon sokféle lehetőség van térképre, a szórácsot is nagyon szeretik, amikor meg kell találni a szavakat benne. Ugye, hogyha ti nem akartok azzal foglalkozni, hogy saját tankockát létrehozni, akkor egyszerű a dolog, a keresésbe beírjátok az adott témátokat, vagy amit szeretnétek találni, ami esetünkben beírtuk, hogy aradi vértanú. És ugye ezt nagyon sok pedagógus használja, aki publikussá teszik az ő által létrehozott kockákat, és a rendszer kiadja, hogy mit talált az adott témában. Ez nektek annyi a dolgotok, hogy megnézitek, hogy a ti osztályotoknak ez jó-e, vagy nem jó. Ha azt mondjátok, hogy részben jó, de van feladat, ami nem biztos, akkor csak egyszerűen azt csináljátok, hogy hasonló létrehozása, és akkor látjátok a vázát ennek a tankockának, amihez hozzáadhattok, és kivehettek belőle, és már is testre van szabva. Megkérdeztük óra, ezt használjátok, vagy házat? Mi vettünk, ugye pályázat révén mi vettünk tabletteket a gyerekeknek, és akkor órán is használjuk, ugye 50 dollár egy tablet, szóval most jön a Black Friday, biztos, hogy lehet találni jókat. És akkor azt kiosztjuk az órán, csoportokat alkotnak a gyerekek, kettesével dolgoznak rajta, de házi feladatnak is ajánljuk, hogy csinálják. Ez csak online, de nem nincs, hogy lettőlünk, hogy nyomtatok napad is, kivágom is. Nincs, a másik, amit be fogok mutatni, az lesz az. Jó, ez nem. És akkor utána itt van, hogy a saját tankockák közébe tudod tenni ezt az egészet. Szóval itt látjátok, hogy például össze kell párosítani a vezetéknevet az utónévvel. Szóval az a feladat. Csak itt vannak ugye októberi hősökre akár feladatok, ugye fel vannak töltve, ezeket nem én csináltam, én is úgy találtam, fel vannak töltve ugye a fényképek, és akkor hozzá kell párosítani a megfelelő nevet. Vagy pedig itt vannak jelölőtüskék, itt direkt úgy csináltam meg, hogy ugye ellenőrizni lehet magát, hogy a nézicskálót jó helyre tettem, de bizony ez az ember itt nem kísérlő, és akkor azt javasol van jelölve, hogy tovább kell akkor keresni és egy másikat kitölteni, és itt van ugye ez, hogy akkor behelyettesíteni oda a szavakat. Szóval egész kicsiktől, akár óvodásoktól, érettségi korosztályig ezzel jól lehet haladni és foglalkozni.
Akkor ez lesz a másik, pedagógus világban tudunk valaki. A felülete magyar, tehát az összes magyar. Minden nyelven van, nem magyar is van. Igen. Pedagógus világot valaki ismeri? Úgy látom, hogy nem. Szóval Magyarországon a gyerekek járathatnak az iskolában a kaszinokat maguknak. Megész óvodás kortól, ez lehet az pöttöm újság, minimanó újság, tappancs, tatú és a tudorka. Ezek havi rendszerességgel jelennek meg ezek az újságok, és a, végül is a magazin szerkesztői hozták létre ezt a pedagógusvilág.hu oldalt, és az összes magazin fel van töltve erre a weboldalra. De jó. Szóval ez úgy néz ki akkor. Ugye, igen, szóval nem kell megrendelni, kihozatni, és akkor szemezgetni belőle, hanem ott van fönn online. Ide is célszerű regisztrálni, ingyenes a regisztráció, és feliratkozni a hírlevelükbe, mert a hírlevélben vannak elrejtve a letöltő kódok. Mm-hmm. Szóval, ez úgy néz, hogy ilyen regisztráltunk, itt látjátok, hogy nekünk oda van írva, hogy Misi Magyar Iskola 15. Ez azt jelenti, hogy olyan letöltő kódot aktiváltunk akkor, ami 15 letöltést engedélyezett nekünk. Hogyan is néz ki ez az egész, szóval megint október végén azt mondjuk, hogy akkor keressünk valami jó kis olvasnivalót a magazinban, rákattintunk a jeles napok, kiválasztjuk, hogy október, és akkor feljönnek ilyen mindenféle előképek a magazinból, amire ha rákattintotok, akkor nagyban látjátok, szóval itt is mindjárt mutatom. És annak körbe akarjátok adni. Szóval így néz ki az egész. Majd. Szóval nagyban meg tudjátok olvasni, egész képernyőméretben ki lehet nyomtatni, és hogyha van projektorotok, ki lehet vetíteni ugye a falra is, és úgy dolgozni belőle. Nektek, mint tanároknak, ugye ennek az a nagy előnye, hogy ehhez vannak feladatlapok és óravázlatok. Szóval amikor nézitek ezeket végig, hogy akár végig tud lapozni az egész magazin, vagy pedig azt mondod, hogy oké, itt van a multidéző, tök jónak tűnik, rövid kis olvasnivaló van benne, feladatok érdekes kérdése, és hogyha ehhez az oldalhoz tartozik egy kidolgozott feladatlap vagy óravázlat, akkor te itt oldal bekeretezve látod azt az óravázlatot, arra rá tudsz kattintani, szintén el tudod olvasni, hogy mennyire érdekes, mennyire jó feladat, és azt mondod, hogy jó, ez nekem jó is tetszik, rá kattintasz arra, hogy letöltés, és már ott van, ha van aktív letöltőkódod, már ott lesz a saját képeden. Szóval látjátok ezt, hogy ugye itt ehhez tartozik egy óravázlat, amit ugye így meg lehet nyitni, és utána letöltöm, és ott van akkor már a mi albumokban. És nem veszik el, ott marad végül is végig. Másik módon, hogy tudtok megkeresni, hogy letöltések, gyors kereső, gyors beírjátok a szavakat, feljönnek a feladatlapok, és utána a feladatlapoknál van ez, hogy a hozzá kapcsolódó magazin, és azzal vissza tudtok menni a magazin oldalra. Persze. Ezeket a szülőkkel is megosztjátok, hogy ők otthon is tudják csinálni? Nem, ez csak ti. Nem, mert ez az iskolája. Ez az iskolája, ezt mi regisztráltunk hozzá, mi töltjük le. Úgyhogy dolgozunk belőle, de hazavihetik a feladatlapokat. Házi feladatnak szoktunk ilyet kiadni. Igazából a magazin Magyarországon alsó tagozatosoknak készül, de úgy gondolom, hogy ezért így sokszor a nyelvi szép vagy készség azért nincs ott, még a nagyobbaknak se, és szívesen lapozgatják ők is, vagy olvassák a kiválasztott magazin oldalakat, amit meghoztunk, ugye? Nem tudom, ti, hogy rendszerezitek az anyagaitokat az iskolába. Ugye mindenkinek nagyon sok összegyűlik, tele van a könyvtárak, album hátrán, és akkor elveszünk, és pont azt nem találjuk, ami kellene. Mi erre online fali újságot használunk, ugye a Padlet. Ha még nem regisztráltatok, sajnos most már ez nagyon limitált, de nagyon sok ilyen újfajta van. Hallottam, hogy van ez a Trippelo, ugye az is állítólag nagyon jó, és ugyanez a funkciója. Albumokat lehet létrehozni, és az albumokba rendszerezni. Mint látjátok, nekünk megvannak a témaköreink. De például én az eszköztárat is rátettem,
mindent lefényképeztem, és így szépen sorba rendeztem a tanároknak, szóval, hogyha van a felkészülés, akkor a tanár megnyitja ezt, és azt mondja, mivel tudom még kiegészíteni valami viccessel, ugye nem mindenkinek van szekrény, nem mindenki tudja ott tárolni az iskolában a dolgait, és akkor úgy végigkeressük, hogy na, akkor egy társas játék, fú, ez jó lesz, kártyajáték, ez is jó lesz, szóval mi úgy mindent feltettünk ilyen jegyzékbe. Én vizuális típus vagyok, szóval. Mi írtunk nekik e-mailt, okay. Külön, és ők küldenek egyet. Jó. Igen. Jó. Köszönöm. Igen. Szóval nagyon rugalmasak. Szóval látjátok, ezt mi így összerendeztük, és akkor itt kiemelve az októberi hősök, amit találunk, azt feltesszük. Ez lehetnek videolinkek, ugye nem kell így bookmarkolnotok, és akkor megtalálod, nem találod, hanem ide belinkeled, és innen el is indul a YouTube videó, mindenféle egyéb hasznos weboldalakat, és akkor még én még azt a részt szeretem bennem, hogy ugye látjátok, hogy különböző színűek, ez a tanároknak a nehézségi fokot jelenti, a kék, amit mindenkinek ajánlunk, a zöld az nagyon könnyű, akár kicsik is foglalkozhatnak vele, sárga már bonyolultam, a piros pedig a valadoknak. És ugye a tanároknak ez is egy nagyon jó forrás, hogy nézhetik. Egy helyen van, és jövőre is vissza lehet hozzá menni. Igen. Nem csináltunk meg idén, az jövőre is jó lesz. És akkor ezt megcsinálod, mint igazgató. Igen. Erre akartam. De a tanárok is, tanároknak is vannak saját anyagaik, és ők is ezt feltöltik, hogy tényleg a későbbiekben a felhőben mindig ott lesz, mint hogyha bedöglik egy laptop, akkor utána lehet, hogy nem tudod utána letölteni. És ezeket mind ott szépen eltároljuk. Mindig bővül a lista, de sokkal könnyebb a felkészülés nekik így. Amúgy lehet, hogy igénybe vett nekik pár napot, hogy ezzel foglalkozzanak utána nézés, amióta ez megvan, sokkal gyorsabb. Aha. De akkor te végig te fogod össze, mert te felfecsülni. Én fogom össze. Én fogom kell össze. Valaki, aki kell, aki kell egy erős kész. És egy olyan, aki elég jelentkezett meg, hogy olyan hiszen te az vagy. Igen. Köszönöm. 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 Legyen, tehát lehet egy olyan ember, aki szállt. Igen, igen, igen. De már a Kildikó is, én is, szóval ha valamit találunk, akkor fú, találtam, feltöltem, hogy emlékezzek rá, és hogy használjuk jövőre. Vagy ha nem az én csoportom, de úgy gondolom, hogy a másik csoportnak ez még jó lehet. És tényleg mindenki szereti és használja ezt a videót. És akkor utána az, ugye az olvasás és szövegértés utána, ami szerintem egy olyan nehezebb rész a gyerekeknek. Mindig úgy érzem, hogy az olvasás az nehéz. Főleg akkor, hogyha meg is kell érteniük, hogy mit olvasnak. Utána gondolom, hogy ötödik lépésnek jó egy hallás utáni szövegértés, ami egy kicsit úgy könnyebb, mert ugye kép is van hozzá, ez lehet mese, vagy videó, vagy bábjáték a kisebbeknek, vagy egy párbeszéd, és például, hát nem, akkor ezt a videót megindítod? Jó, találtuk ezt a videót az októberi hősökről, és ez nekem azért tetszett, ez mondjuk nagyobbaknak való, mert magyar iskolás gyerekek beszélgetnek a témáról. Tehát nem tőlem fogják hallani, hogy mi történt, hanem ők mondják el a saját szavaikat. Ezt nem fogjuk végignézni az egészet, de ha sikerül Bettinek elindítani, akkor egy picit ott van a link, mert nem nézhetik el. Osztrák magyar egy ország volt, és mindig az osztrákok nem is voltak magyar miniszterelnökök, mert vagyis nem voltak magyar, meg nem voltak szabadok, mert azt csinálták, amit mondtak az osztrákok. Jó, hogy hívták ezt az osztrák magyar együtt országot, hogy mi az a neve? Az, hogy ez? Osztrák magyar monarchia. Nekik is legyenek saját parancsai. Először a diákok, maga a diákok kezdték el a szabadságharcot. A magyarok letették a fejüket, és elvesztették a forradalmat. Világosnak. És ki? Milyen szemben a videó? 3 perc. De ez egy YouTube videó? Ez egy YouTube videót találtuk, szóval az
az előnye az, hogy a gyerek nem csak a tanártól hallja, aki szépen választékosan beszéli a magyart, hanem tényleg felbátorodik, hogy hát ez a, ők se emlékeznek mindenre, ennyit talán én is tudok, ki tudom egészíteni, és ezért, hogy a gyerekek beszélnek egy adott témáról. Peti, az nem nehézség, hogy ez a gyerekeknek azért minimális, mondani, semmi tudás nincsen erről, hiszen azért Magyarországon ebben nő fel, hallja minden évben meg is, amit és itt is, de én mindig úgy érzem, a fogalmak a levegőben lógnak ezeknek a gyerekeknek. Tehát maga az a szó, hogy forradalom, az tudja, hogy nagyon mi az a forradalom, tudja, mi az a szó. Tehát én néha úgy érzem, hogy a fogalmakat is meg kell magyarázni nekik ahhoz, hogy egyáltalán ebben a jutni addig a szintig, hogy utána ő előhívja magából. Szóval én az lett meg engem mindig, hogy néha a legegyszerűbb versek, a legegyszerűbb szavak, de minden gondolat, hogy egy jól beszélő gyereknek tudja. Tehát, hogy ezeknek már... Szóval ezért mondtad, hogy nálunk a témák, főleg a nemzeti ünnepek, az mindig ugye terítéken van, és így szépen apránként, hogy először csak kokárdát dekorálunk velük, és akkor lukászunk, és akkor évre-évre úgy többet megtudnak róla. Ha én még mondtam, hogy valamit van, én történelmet is tanítok, és nagyon jó dolog, én nagyon szeretem betenni a videókat, csak megtörni a monitoritást az órának, hogy mint egy kis, csak én beszélek, én vagyok korondom, még ha beszéltetem is a gyerekeket, nagyon jó Magyarország története YouTube videók vannak, és rajzfilmben elmondja, mi történt a forradalom, az 23. forradalomban, a szabadságharca, és ez, mert ez így komolyabb, kicsit iskolás setupnak tűnik, bocsánat. És az meg rajzfilm, és úgy nézik a kicsit, hogy úristen, és akkor előtte adunk neki kérdéseket, hogy mit figyelj a videóban, és utána lejátszik ezt a rajzfilmet, amit ők rajzfilmnek látnak, ami szintén 5-8 perccel már kezdesz kifutni a figyelmekből, amennyit tudnak fókuszálni, és utána megbeszéljük ezek, és nagyon imádják. És ha rajzfilmes formában ezt meg lehet csinálni, az nálunk, mi arra jöttünk rá, hogy az... És akkor el is küldjük a videót, lehet házi feladatnak is a kérdésekkel, és ezt imádják csinálni. Mert vagy a gépen, a kütyűn szeretnek lenni, vagy tévét nézni, vagy nézni ilyeneket, úgyhogy ez feltétlenül ajánlom nektek. Mátyás, kérem, mindenki az egész magyar történelem megvan. Milyen sorozat? Meg fogom nézni... Megtaláltam? Egyszer, igen. Szerintem, azt hiszem, pontok. Ha be tudok jelentkezni az ökámsokba, az online magyar iskolába, akkor mindenféleképpen átküldöm, mert valami fantasztikus, komolyan is, annyira jól. Jó, akkor abban a Messenger csoportban. Én nem tudom, hogy Facebookon, és mi vagyunk az online magyar iskola, de igen, majd kidolgoztak valami rendszer. Valami oldalára, vagy valami. Igen, valahogy felkínom, mert... Jó, vezetken Facebook, a Messenger-en akkor lehet. És lehetek a mentekem azt mondták, nagyon nagy, szuper, akkor abba belefogom, hogy megtek a videókat. Jó, igen, amúgy ez az irony, de nagyon jó dolgokat tudunk volna így csinálni, amúgy. Én találtam egyet az október 6-ához, ez a tökéletlen történelem, a rajzfilm, és ezt nevetettem a 10-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 
tényleg nagyon találkozott, nagyon nem tudja szeretni meg egy iskolát. És akkor Szóval ezzel is olvasás, nyelvtan könnyen gyakorolható, mégis ez egy táblajáték, ehhez vannak feladatlapok, ugye egész óviskortól iskola előkészítő, nagy bonyolult nyelvtani szabályok gyakorlására, és akkor mégis úgy kell csinálni, hogy kinyitjátok ezt, az átlátszó részt ráteszitek az alsó oldalra, és akkor itt például ennél az a feladat, hogy találd meg a párját, ami szintén albetűvel kezdődik, szóval az ablaknak ugye az angyal lesz a párja, és akkor a gyerek felveszi az egyes kockát, hogy ez az egyes, és ráhelyezi az angyalra. És akkor így szépen tovább haladunk, hogy a kettes melyik kezdődik F-fel, mint a fű. Szóval szépen végig haladunk, és az a lényeg, hogy ugye az átlátszó részre teszik rá szépen sorba a betűket, és amikor összecsukják,
össze kell csukni, megfordítani, és akkor piros lappal felnyitni, és elvileg egy szép sormintának, ha jól dolgoztak, akkor ezt a sormintát kapják meg. És nagyon élvezik. Ennek mi a neve? Ennek a Mini. Nekem megvannak a könyvek, de nem a... Ezt Amazonon meg tudod rendelni. Mini Lü. De ugyanilyen a logikó is, annak is ugyanez a... Ugyanezen az elve, csak ott a korongokat kell húzogatni. És akkor látjátok, hogy ez például az a fontos, hogy a hangzókból a betűkig, de van olyan, hogy már mondatokat olvasok, és a nagyobbaknak pedig, hogy történetek a lovagvárból, de van olyan, hogy feltalálókról is nekik más szövegeket kell. És ezt párban is csinálhatják, de nekünk most már van annyi, hogy egyesével is tudnak dolgozni. Haladunk tovább, a 6-os és 7-es lépésünk az a nyelvtan és írásfejlesztés, ami úgy összekapcsolódhat. És azért a nyelvtani elemet is szeretjük úgy kiválasztani, hogy kapcsolódjon a témához. Tehát mondjuk az októberi hősökhöz kapcsolódhatnak a főnevek, a tulajdonnevek, rakhatjuk a neveket sorrendbe, megkérdezhetjük a gyerekeket, hogy neked mi a keresztneved, és akkor mi az októberi hősöknek a keresztneve, mik az utónév és vezetéknév. Például amikor ezt játszottam a gyerekekkel, akkor kicsit úgy meglepődtem, de végül is érthetően, hogy azt még úgy nagyjából tudják a gyerekek, hogy családnév, meg keresztév, de hogyha már úgy mondom, hogy vezetéknév, utónév, akkor azt már nem nagyon tudták. Tehát például ezt is lehet gyakoroltatni nyelvtanként. Lehet ugye levelet, képeslapot írni, SMS, szófajtákat gyűjteni, vicces helyesírási hibákat kiavítani, hibák felismerését. És például ezt a játékot, amit ugye nyelvtan gyakorolnak, és nem veszik észre, de közben gyakorolják, hogy mi az a vezetéknév, utónév. Ezt elhoztuk, és meg szeretnénk veletek próbálni ezt a játékot, hogyha benne vagytok. Mindenki benne van. Oké.